Maja Lönde, hónővér, 16. fejezet. Másnap az iskolában is rossz kedvem volt, pedig a szünet előtti utolsó napot kellemesen töltöttük, édességekkel, vidám hangulatban. De én nem éreztem jól magam. Még akkor is mérges voltam, amikor elindultam hazafelé, és ezen az sem javított, hogy megláttam a kapuban john aki engem várt. Szia, üdvözölt! Szia, köszöntem én is. Hát akkor kezdődik a szünet, állapította meg. Igen, feleltem. Megtettünk néhány métert, rám pillantott. Sok a hó, közölte. Sok, helyes Még sosem láttam ennyi havat. Értem, mondtam. Többet nem szólalt meg, én sem válaszoltam. Más szóval minden olyan volt közöttünk, mint szokott lenni. Sietve tovább mentem. Haza akartam menni, illetve mégsem. Mivel ott sem volt kellemes a hangulat. Mellesleg szerintem tök béne az időjárásról beszélni, mondtam. Mi? kérdezett vissza John. Csak a felnőttek beszélnek folyton az időjárásról, magyaráztam. Az lehet, ismert hál, John. Nincs kedvem tovább az időjárásról beszélni, jelentettem ki. Hát jó, mondta John. Akkor beszéljünk valami másról. Jó, feleltem. De egyikünk sem szólt egy szót sem. Ami nem is baj, már Johnnal beszélni. Unalmas volt. Ahogy tulajdonképpen mindenkivel. Még gyorsabban szedtem a lábamat, John alig bírt lépést tartani velem. Lopva pillantottam. A lába két vízna pálcika volt, vaskos téli cipőben. A jelek szerint Johnnak egyedül a lába nőtt. Hatalmas sájjá takarta a fél arcát, a másik felét a sapka borította. A kettő között vékony csík látszott ki az arcából. Ha jól ismerünk valakit, nem kell sokat látnunk egy emberből ahhoz, hogy lássuk rajta, hogy érzi magát. Én is jól láttam Johnon, milyen a kedve. Szomorú volt. Igazán nagyon szomorú. De nem törődtem bele. Odaértünk ahhoz a kereszteződéshez, ahol el válni, és elindultam hazafelé. Ahhoz sem volt kedvem, hogy elbúcsúzzam tőle. Elegem lett az üres, semmit mondó fecsegésből. Bár csak, szólt utánam John. Megfordultam. Mi az? Levette a hátizsákját, kinyitotta és kivett belőle valamit, egy ajándékot. Tessék, mondta, és oda nyújtotta. Elvettem. Köszönöm, mondtam. Én nem készültem neki ajándékkal, mindig szoktunk adni valamit egymásnak, de idén egyszerűen megfeledkeztem róla. Talán mondanom kellene valamit, kitalálni valami kifogást, de miért is? Hiszen tulajdonképpen nem beszéltük meg, hogy megad a egymást. Az csak nem az én hibám, hogy ő ad nekem a jándékot. Boldog karácsonyt, mondta John. Éreztem, hogy melegség önti el az arcomat. Nem, felálltam. Mi? Nem lesz itt boldog karácsony, közöltem. És a hátizsákomba tettem az ajándékot. Ja, válaszolta Értem. Haza kell mennem, mondtam. Hát, jó szia, búcsúzott el. Azzal elindult a pálcika lábával és a vaskos cipőjével. A teste szinte teljesen eltűnt az iskolatáska mögött, és a fejét sem láttam, mivel annyira előre lógatta a két vállak között. Maró érzés fogta el a torkomat. Égetett. Azzal a sarkon fordultam, és elindultam hazafelé. Idióta John, gondoltam magamban. Folyton csak az időjárásról akar beszélni. Idióta John nem ért semmit. Megszaporáztam a lépteimet, olyan gyorsan mentem, ahogy csak bírtam. Arra gondoltam, hát ha ki tudom gyalogolni magamból az egészet. De nem igazán használt. Valami ugyanis annyira égette a torkomat, hogy már azt hittem megfulladok, és haragudtam Johnra, anyára, apára, sőt, Junóra is, aki egyszer csak fogta magát és meghalt. Miért kellett meghalnia? Mi a fenének kellett meghalnod Junó? Befordultam a sarkon, és neki mentem egy járókelőnek. Áú! Szia! Hedvig volt az. Összeütköztünk. A homlokához kapott, nyilván fájt neki, de aztán elmosolyodott. Bizonyára mindig ezt az ostoba mosolyát veszi elő. Te vagy az? kérdeztem. Noál, mondta Hedvig, hiszen téged kerestelek, és meg is találtalak. Meg, feleltem a homlokomat simogatva, mivel az enyém is fájt. Sokat gondoltam rád, folytatta Hedvig, tegnap óta, hogy mi van nálatok, sikerült beszélned a szüleiddel Junóról. Sokat gondoltam rátok meg őre. Bár csak megismerhettem volna az elmondásod alapján, nagyon vicces és kedves lehetett. Egy csodálatos nővér. Milyen szerencsés voltál, és micsoda szomorúság, hogy ő már nincs. Hedvig szokásához híven megállás nélkül beszélt. Elindultam. Korábban tetszett ez a sok fecsegés, tetszett, ahogy Hedvig szinte ragyogott, miközben kitáncoltak belőle a szavak, de most mást éreztem. Túl sokat kérdezősköt közöltem. Döbbenten nézett rám. Egyfolytában csak kérdéseket teszet, teszel fel, magyaráztam, de a válaszra nem vagy kíváncsi. Ekkor megtorpant, hirtelen eltűnt a ragyogás a szeméből. A bátyám is mindig ezt mondta, felállt a halkam. Ezt mondta, okos ránc lehet a bátyád, állapítottam meg. Ne haragudj, kért bocsánatot Hedwig, tényleg mindenre kíváncsi vagyok. Nagyon sok kérdés gyűlik fel bennem, és nem bírom kivárni az összes választ. Ugye érted, mire gondolok? Mintha hosszú sort alkotnának, és kitolul, kitódulnának, nem bírom visszafogni magam. Te sosem éreztél ilyet, Nohár, hogy rengeteg mindenki kívánkozik belőled, és... Na már megint kezded, mondtam. Jaj, a szája elé kapta a kezét. Bocsánat, ne haragudj. Te minden tudni akarsz rólam, folytattam. De te semmit sem mesélsz magadról. Pedig próbálok válaszolni, igazán igyekszem. Csak nem olyan egyszerű. Tágra nyílt őszinte szemmel nézett rám, és hirtelen bennem gyűlt fel egy csomó kérdés. Annyira azért nem lehet nehéz. Vegyük a kérdéseket egyenként, ugyanis rengeteg mindenre lennék kíváncsi. Például, honnan ismered Heriket, és mit keres a gajvilla előtt? És miért nem találkoztam még a családoddal? És mi van azzal a hintasztékkel, mi a különös, mi a, különös a, házatokban? Nagy levegőt vettem, aztán hirtelen eszembe jutott, mit mondott az előbb. És hogy értetted azt, hogy a bátyád mindig azt mondta, hogy egyfolytában kérdezősködsz, de a válaszokra nem vagy kíváncsi? hogy -hogy? kérdezett vissza. Azt állítottad, mindig azt mondta. Azt mondta. Miért így mondtad? Miért nem úgy, hogy mindig azt mondja, hiszen most is folyton Kérdezősködsz. Hogy lehet az? Talán meghalt, vagy mi? Hedvig felé a kezét, de... felém nyújtotta a kezét, de nem fogta meg. Jaj, Noel, mondta halkam. Nos... Unszoltam. Szeretném, ha válaszolnál. Rajtad a sor, hogy mesélj. De nem tudok. Halálta. Lesütötte a szemét, úgy tűnt, nem is már rám nézni. Akkor nem akarok többé a barátod lenni, közöltem. Micsoda? kérdezett vissza. Nem akarok a barátod lenni, nincs szükségem barátokra, legalábbis olyanokra nem, akik nem őszinték velem. Noál, ne csináld. De igen, erősködtem, és már indultam volna, de akkor megragadta a karomat. Ezt nem teheted meg, mondta. Hiszen te vagy az egyetlen, aki. Azt teszek, amit akarok, feleltem. Aztán ott hagytam. Dühös öles léptekkel távoztam, egy, kettő, három lépés, négy, öt, hat. Aztán egyszer csak már nem is voltak olyan ölesek, hét, nyolc, kilenc, aztán annyira dühösek sem. Tíz, tizenegy, tizenkettő, és hirtelen meg is bántam. Hedvig biztosan ott áll, és csak néz utána. Szegény. Nem kellett volna így megharagudnom rá, ennyire szigorúnak lennem vele. Biztosan egy csomó oka van rá, hogy nem mesél el mindent azonnal. Elvégre alig néhány napja vagyunk barátok. 13, 14, 15. Biztos sírdogál a jártán. Hátrafordultam, de Hedvig már nem volt ott, a nyomait pedig már ellepte a hó.